zeneszóra jó hangulatban a sportcsarnok mellett melegítettek be a futók. Ezzel 10-15 percben felkészítik a szervezetet a futásra, a gyakorlatok a keringési rendszer aktivizálását segítik, valamint átmozgatják a futásban résztvevő izmokat, lábakat, törzset, karokat. Egy alapos bemelegítés után nem kell megállni futás közben, mert feszül a vádlé és nem érzünk olmos merevséget sem az izmainkban. Hetedik alkalommal álltak a rajtvonalhoz kicsik, nagyok és családok Alsóörsön a már hagyományos Mikulás futóversenyen. Több távon indul a rendezvényünk, az Ovis távtól kezdjük egészen a Mikulás kört futóig, 400 méter a legkisebb és 4700 méter a legnagyobb távunk. A felnőtteket is egy kicsit megmozgatjuk a felső tagozatosokkal, ők 1500 métert futnak, és az alsó tagozatosai 800 métert futnak. Alsóörs polgármestere Hebling Zsolt már többször részt vett az egyre népszerűbb sporteseményen. Idén felmentést kapott a futásból, hiszen sokat segített a szervezőknek. Nagyon hangulatos eseményről van szó, és nagy köszönet illeti Gurdon Évát, aki az egészet kitalálta, mint futó. Ő egy helyi, aktív közösségi ember, és a családja, valamint a segítők, támogatók jóvoltából hetedszer szervezünk meg, de ennek lesz folytatása, mert egyre többen vannak, és egyre jobb a hangulat. Most már kis vonatot is rendeltünk, ugye a Télapó egy állandó szereplője ennek a rendezvénynek, és hát ez a sok gyermek és minden korosztályból lévő vidám arc, aki közösen együtt tölti ezt a szombatot. Persze a Mikulás futás nem létezhet a névadó, azaz a Mikulás nélkül, aki a gyerekek nagy örömére ellátogatott a rendezvényre. Örömet szerzek neki, nekem öröm, neki kicsi öröm. Többen érkeztek családostól, a jó hangulat és az egészséges életmód kiváló közös programot ígér. Az egészségünket jobban meg tudjuk őrizni, a túlsúlyt egy kicsit kordában tartani, másik szempontból meg azért választottuk a futást, mert nagyon kikapcsol minket agyban, a napi stresszet levezetni, nagyon jól esik a futás, és hogy rákaptunk egyre többet és többet futunk, hosszabb távakon indulunk el. Úgy tudom, hogy a gyerekeitek is futnak, őket hogyan sikerült rávenni a futásra? Hát igen, néha futnak velünk, szeretnénk őket motiválni nagyon, más sportot űznek, Bogi úszik, a Dominik tépvándózik, de ugye velünk is azért velünk is eljönnek. Gordon Éva főszervező elmondta, hogy 250 regisztráló volt, és ebből 189 fő jött el, mely az eddigi legtöbb induló, évről évre közel 20%-os emelkedési ráta van. Nem csak alsóörsiek neveznek, hanem a környező településekről, de messzebbről, akár Várpalotáról, Veszprémből, Kiskunlacházáról, Budapestről vagy Ajkáról is érkeztek. A futás végén mindenki érmet kapott, és körbefurikázhatott a Mikulás vonattal Alsóörsön.